Egy idegen bolygóról érkeztem ez a mai témánk. Első vendégem azt állítja, hogy édesanyja rendszeresen párbeszédet folytat idegen lényekkel, sőt, mi több, beszéli is a nyelvüket. Itt van Miklós, illetve nevelőapja Károly. Miklós, igaz ez, hogy az édesanyád földön kívüliekkel társalog? Igen. Igen, hogy kell ezt elképzelni? Mikor történt ez először, hogy mikor mesélt ő erről először, hogy mit érzett, mit élt át? Tehát én csak pár éve vagyok itthon, és hát először hallottam meg, hogy ilyen furcsa szavakat mondogat. Nem nagyon hittem neki, de később saját bőrömön éreztem, hogy végül is, hogy kivel vagy mivel beszélget. És mit mondott, hogy kikkel társalog, vagy kikkel kommunikál? Hogy földön kívüliekkel. Ha jól tudom, akkor az édesanyám is azt állítja, hogy ő is egy bizonyos bolygóról érkezett. Ez így van? Igen. Melyik bolygóról? Az Irisről. Nekem azt mondta. Károly, te is úgy érzed, hogy a feleséged egy idegen bolygóról érkezett? Igen. Hogy egy földön kívüli tulajdonképpen, ugye? Erre te hogy jöttél rá, vagy ezt miből érzékeled? 1994. Igen, 1994-ben jöttem rá, hogy nem ide valós az asszony. Földön kívüli származik. Károly, ez sokaknak azért nagyon, nagyon furcsán hangzik, hogy te 1994-ben rájöttél, hogy a feleséged, akivel te gondolom hosszú ideje már együtt élsz, egy másik bolygóról érkezett. Miből jöttél rá? Hát olyan furcsán beszél. Furcsán beszélt? Igen. Ő mit mondott, kivel kommunikál? Hát a földön kívüli lénye. És ő is földön kívüli? Igen. Na de hát ugyanúgy néz ki, mint ti gondolok. Hát, ugyanúgy igen, néz ki, mint a többi nő, igen. Ugye? Te erről beszéltél másnak is, hogy tulajdonképpen egy földön kívüli lény a feleséged? Nem. Nem? Nem. Ez mindez idáig titok volt? Igen. És ez nem ijesztő számodra? Nem. Tehát sokaknak azért furcsa, hát olyan természetesen beszéltek most erről, lehet, hogy ez csak nekem furcsa, ti nem? Persze, neked furcsa. És ti néha meglátogatjátok a rokonokat az Isisból? Nem, hát azokat nem lehet. Azok nem ide valósiak, hát azok. Hát de ők is lejöttek, nem? Le tudnak jönni, belebújnak, fölvesznek olyan emberi alakot, hogy lehet, hogy az ember mellett napközben elsétál, azt észre se veszi. Ez sokaknak nagyon fura lehet, amit mondtok, de hát ezt gondolom azért ti is értitek, az a legjobb, ha behívjuk az anyukádat, vagy a feleségedet, jó? És meghallgatjuk, hogy ő mit mond erről. Itt van Erzsi. Erzsi, itt Miklós már az előbb elmondta, hogy te egy másik bolygóról érkeztél. Sajnos, igen. Melyik bolygó ez pontosan? Az Irisz. Irisz bolygóról érkeztél. Ott milyen az élet, vagy mi a különbség? Milyen? Sokkal szebb, mint itt a Földön. Szebb. Más az élet. Miklós azt is említette, hogy te kommunikálsz ezekkel a lényekkel, azt mondta. Ez hát így van? Kénytelen vagyok, mert megkerestek. Mit mondtak neked? Még kint laktunk. Nem beszél. Ez úgy sugarazza bele az agyba. Tehát gondolatátvitel van? Igen, pontosan. Tehát érzed, hogy mire gondol, és te is nem kell kommunikálni verbálisan, gondolatban kommunikáltok, ugye? Erről igen. Van szó. Tehát akkor ezért nem érted. És ilyenkor információt adnak át, vagy ilyenkor mi történik pontosan? Igen. Információt, mert én nekem van egy furcsa küldetésem itt a Földön. Ők akkor hitték el, hogy létezik ilyen, amikor az udvarunkba leszállt egy kisebb űrhajó, és elvakította a szemüket a fény. Ezt láttátok ti is? Igen. Mit történt pontosan? Teljesen nagy világosság volt, és akkor utána meg világított a szeme, mikor kigyűjt az űrhajóból. És utána meg nem mertem kimenni az ilyen helyre. Mert azt hittem, hogy még ott van. Ezt te is láttad, Miklós? Láttam. És otthon voltam akkor éppen. És akkor érkeztek a lények, Erzsi? Akkor jöttek a lények? Igen. Váratlanul jöttek, igen. Nekem adtak át egy üzenetet. Ezek meg spuriztak be a másik szobába, mert majfrász kaptak. És te kimentél?
Nem, megvártam, még ügyön oda, hát már csak nem én megyök a helyibe. Akár most is tudsz velük kommunikálni? Igen. És ez hogy kell elképzelni, ez hogy zajlik, Erzsi? Hogy kell elképzelni? Igen, tehát megmutatod, hogy hogyan... kell elképzelni, minthogyha maga nem szól semmit, és gondolatba elgondolja, magyarázza, hogy mit szeretne, mi történne. Ezt ők chips segítségével, amit nem vesz észre, mikor ütetik az agyába, akkor már utána hallja. Furcsa, tudom, hogy furcsa, nem hiszik el. Sok embernek fura, igen, hogy leszáll kertben. Nagyon furcsa mindenkinek, és természetesen egy igazuk, vagy röhelyösnek tűnik, de majd akkor nem lesz röhelyös, amikor majd legyünnek. Te voltál a másik bolygón is, mert a férjed azt állította, hogy csak 1994-ben vette észre, hogy te földön ki vagy. Ez azt jelenti, hogy te egy másik bolygón is éltél? Igen. Igen, úgy hoztak le. És hol éltél, melyik bolygón? Az Irisnek a délnyugati részén. Mi volt annak a tartománynak, vagy földrésznek a neve volt? Normális, olyan, mint ez, ahol mi itt laknak az emberek is. Ugyanolyan élet van. És mi volt a neve pontosan? Iris Saturman. Nem földözték föl. Innen 800 ezer fényévnyire van. Mi az ott a kezedben? Egy lánc, megpróbálom. Kicsit lámpalázas vagyok, mit agadás. Ezt Erzsé, megértem, persze. Úgyhogy... Kicsit kényelmesebb, hogy nem mozogjon a lánc, se a kezem se. Dukán. Mit mondtál nekik, Erzsi? Itt vagy. Hogy volt, hogy... De mit mondtál ám? Dukán. 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 Itt vagy? Az azt mondja, hogy itt van. És akkor ők hogy válaszolnak? Így mutassa az igent, így a nemet. Ha véletlen hazudok, akkor oldalra kileng. Én is magamon vettem észre, mindig noszogattak, hogy már fő valamit, ilyen hasonló dolgot, és akkor elkezdett kalimpálni, és nehezen tudtam én is rágyűnni, hogy amit ők nem tudnak belém programozni, azt így mondják el. Tud erről még valaki egyébként, a környezetetek? Mondtátok ezt valakinek? Nem. Egy pillanat. Nem nagyon. Sokan nem hisznek bennetek, ugye? Most egy finomabb dolgot kérdezek. Hülyének tart, ugye, a népnek egy része? És itt is lehet, hogy most vannak a teremben például? Lehetséges. Lehetséges. És te megismered őket? Tehát de mondjuk lenne itt, akkor tudsz? Nem, csak rám szólt, hogy maradjak csöndbe. Tessék? Rám szólt, hogy maradjak csöndbe. Miért kell csöndbe maradnod? Hát, hogy ne áruljam el. Ja, hogy van itt most valaki, aki az, csak szólt neked? Na jó, szokott rá reugálni a szemem, ha véletlen ellenségöt látok, vagy érzök. És most érzel ilyet, Erzsi? Vagy olyan is van, akibe belebújik, és nem veszi észre. Nem én vagyok, nyugtass meg. Nem. Jó. Abba is van. Tessék? Nem tud róla. Ő benne is van. Kibe? Kire mutat, Terzsi? Aki a sarokba ül. A nem érzik. Érdekes a módszerük, nem érzi, és nem tud róla, hogy benne van. És most hogy hívna? Krisztián. És most Krisztián? Krisztiánban benne van, Erzsi? Ő rá reugál a szemem. Érdekes volt hallani, sokan nem hisznek nektek, ebben igen. Szerintem biztosak vagytok. Nehéz azért, nehéz egy ilyet elhinni, de köszönjük. Erzsi, mit nem, a gúnyolódóknak, meg a hitetlenöknek csak azt üzenem, ha véletlenné tár rémálmaik lesznek, akkor gondoljanak rám. Erzsi! Erzsi, de azért ne érezd úgy, hogy bárki is gónyolódik, vagy esetleg mosolyog, de hát azért olyan dolgokat na, állítotok, jó, tudom, amiket azért nagyon nehéz elhinni, hogy leszállt a kertetekben egy tulajdonképpen egy földön kívüli lény, aki bejött, te velük társalogtál, azért a sokaknak hihetetlen, itt nem gúnyolódásról van szó szerintem, csak egyszerű hitetlenkedésről, ugye? Hát azért ez sokaknak fura lehet, de érdekes volt hallani. Köszönöm szépen, hogy eljöttél.